Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, de én meg vagyok arról győződve, hogy valamit üzen neked, hiszen nincsenek véletlenek. Ez nem véletlen, hogy te most éppen ezt a videót megnézed. De ha gondolod, kérhetsz tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat rád bízom. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható ez a kutya. Lehet, hogy itt házi állatról van szó. De ez a kutya jelenti a baráti kört is. Lehet, hogy ott vannak még kapcsolatok, tisztáznak bizonyos dolgok. Amit a kutya még jelent, ez a hűség, hogy ő hűséges hozzád, és elgondolkozik azon is, hogy te is hűséges vagy hozzá. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy először olyan barátilag közeledik hozzád, nem beszéltesti kapcsolatról vagy szerelemről, de ezzel indít. Később megváltoznak majd a dolgok. A második kérdés úgy hangzott, hogyan érzi magát. Itt láthatóak az utak. Ő biztos abban, hogy a sors utatok kereszteződött, és kereszteződni fog, tehát látni akar téged. Azon kívül itt fontos döntésekről lesz szó, hiszen elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Én úgy gondolom, hogy ez őt jelenti, ő fog most komoly döntéseket hozni. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy hogyan közeledik hozzád. Itt látható ez a gyűrű. Ez lehet eljegyzés vagy házasság is. Esetleg utalhat bizonyos szerződésekre. Amit a gyűrű még jelent, hogy megvan a kapcsolat kettőtök között, és ő mindig visszatér hozzád, újra és újra keresi veled a kapcsolatot. Az utolsó kép azt mutatja, hogy mi köt össze benneteket. Itt még látható a felhő. Ez olyan, mint egy fátyol, itt még valami átláthatatlan, de bízhatsz abban, hogy hűséges hozzád, útban van hozzád, keresi veled a kapcsolatot. Lehet, hogy úgy barátilag kezel téged, ezért számodra megjelenik ez a felhő, hiszen nem tudod, hogy mit akar. Ez egy baráti kapcsolat, esetleg egy párkapcsolat, miről van szó. Amit a felhő még jelent, az az idő, fél év. Gondolj vissza arra, hogy mi történt fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény visszatér hozzád. Vagy jelentheti a jövőt is, hogy fél éven belül meg lesz egy más kapcsolat kettőtök között, mert itt dönteni fog, és akkor nem barátilag kezel téged, hanem elmondja azt, hogy mit érez irántad. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!